Sziasztok, gyerekek, felnőttek, vagy aki nézi. Ez egy érdekes lesz, érdekes videó, mert ez egy gameplay, ebből is akarok majd egy végigjátszást. De szerintem nem fog erre alkalom nyílni, mert ez a játék iszonytatóan nehéz, jumpingolós, és a félelemmel más rétegekben játszik, és ez miatt ezt a játékot inkább csak gameplaybe bemutatnám, hogy aki akar, szerencsét próbáljon vele, keresse meg, próbálja ki. Game Journal találtam meg, The Depth-et, mostiben a mélységvezető játékot. A játék egyébként nagyon-nagyon jól megoldott játék, VSD kellett mozogni, Shift és futás, space az ugrás, jumpingot nem kell megmutatnom mindenkinek, ez mondjuk eléggé hasznos, inkább ez a leghasznosabb, ez a mindent föl lehet így venni, tök jó, hogy így elmondja minden, ezt vagy őt nem bírtam el olvasni, mert hogy megjegyzi mindent, vagy ilyesmi, valami ilyesmiről van szó. Igazából ez a játékkal csak ezen a szinten szeretnék foglalkozni valamit, most fogtok látni tőlem. A gameplay. Lehet, hogy a videó iszontatóan sötét, de ez alapból egy beszélgetős játék. Ekközben lehet duncsizni, úgymond van, mert ez a játék igazából az idegeket kikészíti. Szóval... jó van. Mondjuk, ha valaki nem szereti ilyen játékokat, de egyébként ez klausztrofóbiával játszik. Szóval, hogy ez klausztrofóbiát okoz pár embernél, én nálam is. Komolyan klausztrofóbia érzésem lett, és nekem ritkán van, szóval ez a játék tényleg megcsinálta azt, amit lehetetlen. És nem csak azt a klausztrofób érzést, hanem azt a nem vagyok egyedül érzést, hogy van valami ott a sötétben velem együtt. Szóval leginkább úgy lehet játszani, hogy ha egyedül vagy otthon, és akkor egyedül ott a szobádban, és csöndbe, nagy csöndbe, megrémülsz, mert egyedül vagy. És tisztában vagy, hogy egyedül vagy, de mégis olyan, mintha ott lenne valaki melletted. Kicsit félelmetes. Így gondoltam, este van. Van nálam itthon pár ember, de most csak a tévéjüket hallom, szóval nem ez még így a klausztrofób érzést, én már ezt kipróbáltam, és iszontatóan, iszontató. Szóval, hogy elkezd kicsit parázni az ember, nehezen kezd lélegezni. A játék pont erre épít, szóval, hogy légy otthon egyedül, kicsit kapcsolod a lámpát, kicsit fél. Az az érzés járjon át, ami még soha nem járt át. És ez egy tipikus olyan játék, hogy itt az érzés, amit kerestél, hogy legyél kicsit elnyomva, de mégis ez a játék egyszerűen nagyon-nagyon jól játszik ezzel. Szóval, ha valaki arra kapná a fejét, hogy egy ilyen játékot ki akarnak próbálni, csak a hangulata miatt, vagy talán azért, mert egyszerűen a egyedül létre, vagy akármire vágyik, ezek után nem fog. Ezek után már csak társaság. Szóval... ez, nálam így te most is klausztrofób érzést hozzád, még azért úgy még bírom. Igen, ezek is azért így ráraknak rendesen. Klausztrofób érzésekre ezek a hangok. A kinézete, meg minden. Csak a klausztrofób érzésemet növeli. Egyébként parázás egyébként nem most jön majd, az majd a második pályán. Én rohadtul félek. Nem tudom miért. De tényleg úgy érzem, mint valaki liegne.
azért ez a játék nem a basszínbe játszik, hogy oké, most végig kell vinned, most menj, kizé, hanem inkább az, hogy van valaki ott lent és biztos vár rám. Ezt nem kéne mondom, de ez egyébként valami szarva. Egyébként a lépcsőről is csak ennyit, hogy ez olyan, mint egy tető. És a játék nem rossz. Szóval magával az érzeti faktor, hogy ez a játék felvonultat, az nagyon magas. Szóval élvezed a játékot egy részen, de ez a játék úgy megoldja azt a rémisztgetést, hogy csak így magától, hogy este van, mondjuk egy ilyen mély helyen vagyunk, és csöndben maradunk, halljuk a szívdobbanásunkat, nem? Ez magában a horror elemeknek így a kéne, csak nincsen. Na, Note Online, úgy látszik a másik chapter vagyok, ez a játék a félelemmel játszik. Nem vagy egyedül, de hogy ezzel milyen jól, hát annál le vagyok le a kalappal, komolyan. Aztán nagyon ki vagyok már száradva, szóval ihatok már bocsánat is, de rohadtul ki vagyok száradva. Bocsi! Szomjas vagyok, de állatilag. Igen, egyébként ezek a belső ellenségek, ezeket ennyivel lehet győzni. Szóval ez a claustrofób érzése, rá ez a játék. Szóval ez alapból arra gyúr, hogy féljél, hogy sötét van, hogy egyedül vagy. És ez jó is adagolja. Hú. Rohadtul félek, hát az 100%. Ként, már ma egyébként játszottam egy játékkal, és a gameplayt csináltam, és nem gameplayt. Igen, itt ilyen lassan kell, hogy hozzáérj közlekedéssel, és akkor nem fognak kikelni ezek a bókok. Kicsit belejátszogattam, egyébként több módja van, hogy eljuss a másik pályára is. Szóval... még nem ijedtetek meg, ennek örülök, csak én nem vagyok anya. Abba, hogy ismerem ezt a helyet meg állapotba, de nagyon Primst is játszik velem. Igen. Bocsánat, sörös doboz. És ez a legszebb rész. Na, leugrotok, ebből bókok rátok támadnak. Így annó én leugrok. Nem, egyébként. Rohadt sötét van. Így. Jumpingolját. Igen, ennyi. Tovább jumpingolsz, nem jutsz ki.
Szerintem nem láttok semmit a játékból, és tök jó, mert őszintén én még szart sem. Rossz megvilágításban, szóval én legsötét... Annó, amiben beraktam játékot, most a legsötétebben van. Így nem nagyon... Meghaltam. Egy... Ok. Bocsánat. A sör beszél belőlem. Húrva, hagyjatok éhen. Kell, ezzel egybe át tudtam jönni. Hú, azt hittem én valami gödör. Egy-két le kell ugrani. És itt jön a harmadik chapter, és én szerintem búcsúzom. Szerintem bőven ennyi elég volt. Szerintem aki ki akar próbálni, hogy mennyire tudja ezt így rendesen bírni, mert én nem bírom. Egyszerűen engemet kiborít, egyszerűen már csak a sör tart életben engemet most ebben a játékban, ebben a pillanatban, mert egyszerűen ez a játék nem csak így rendesen az érzésekkel, hanem rendesen a félelemmel is játszik. Jó, jó játék. Próbáljátok ki. Én azt ajánlom, mert a félelem, amit benne éreztek, az valami földön kívülihez hasonló, de iszonytatóan jó. Szóval csak ajánlani tudom. Császtok. Na, hát akkor csak így megmutatom, ez a fő, ez a pause, de egyébként, na, császtok. Ja, és ha tetszett a videó, lájkolj, és nézd meg a többi videómat is. Jó? Császtok!